Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Gyele Jászmin Grész vagyok, fő témáink néhány mondatban. Nemzetpolitikai célkitűzések, folytatni kell a közösségek fejlesztését. Új üzemmel bővült a Vitafoam, egy 2000 négyzetméteres matracgyártó egységet hoztak létre Pakson. Módosulások a közlekedésben Tolnán, lesz gyalogátkelő a legforgalmasabb utcán. Keszeg Fesztivál Bátán, 2 év kihagyás után szervezik meg az ikonikus programot. Az elmúlt ciklusban a nemzetpolitikai célkitűzések vezér gondolata a közösségek fejlesztése volt, és ez folytatódni fog ebben az esztendőben is, mondta Potápi Árpád János. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt is bejelentette, az idei esztendőben folytatódni fog az a program is, mely az általános iskolában végző gyerekeket ismerteti meg a határon túli területek kultúrájával. A Kárpát-medence területén 3000 új templom és egyházi közösségi tér újult meg, iskolákat, egyetemeket és közel 1000 óvodát korszerűsítettünk, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője összefoglalva az elmúlt évek eredményeit Dombováron egy óvoda átadón. Nyilván ezt szeretnénk folytatni, de ami a legfontosabb az az, hogy az elmúlt 10-12 évben elértük azt, hogy a nemzeti összetartozás érzése és élménye a magyar emberekben éljenek akár Magyarországon, vagy a szomszédos régiókban, országokban, térségekben, ugyanígy megjelent, illetve a diaszpora magyarságánál is. Úgyhogy örüljünk annak, hogy a nemzeti büszkeség, a nemzeti érzések azért megint ott vannak az emberekben. A nemzetpolitika súlypontja továbbra is a kapcsolat építésén, az identitás megerősítésén van, jelentette ki az államtitkár. Mindent ennek rendelünk alá, a gazdaság fejlesztés is ezt jelenti, tehát a szülőföldön való boldogulás, kifejezetten fontos feladata a nemzetpolitikának, bár nem a miniszterelnökség végzi alapvetően ezt a munkát, mert a pályázati összegek a KKM-nél jelennek meg. A mi feladatunk ezt támogatni, előkészíteni, illetve nekünk a hálózatépítés az, ami fontos. A felnövekvő generációkban is erősíteni szeretnénk az összetartozás érzését, ezért indította be az államtitkárság a Határtalanul programot, melynek most a COVID utáni folytatásához szükséges feltételeket is megteremtjük, tette hozzá. A pályázati lehetőségek az utazások finanszírozására megnyíltak az iskolák előtt. A járvány és a digitális oktatás ellenére sem lettek rosszabbak a kompetencia felmérés eredményei 2021-ben, közölte az Oktatási Hivatal honlapján. A kompetencia mérés minden évben a 6., 8. és 10. évfolyam tanulóinak szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgálja. A mérésre járványügyi okokból egy év kihagyást követően 2021 májusában került sor. A nemzetközi tapasztalatok alapján várható volt, hogy a digitális munkarend bevezetése a világjárvány negatív hatást fog gyakorolni a tanulók eredményeire. Kérdéses legfeljebb az lehetett, hogy azok mely évfolyamokon milyen mértékben csökkennek. Az eredmények azt mutatják, hogy a 10. és a 8. évfolyamon az eredmények a negatív várakozás ellenére sem tértek el érdemben az előző évek átlagától. A 6. évfolyamon matematikából az előző 12 év átlag eredményéhez képest 1,7%-os, a szövegértés terén pedig 0,7%-os csökkenés mértéke, ami az adott körülmények között jó eredménynek számít. 8 különböző típusú matracot gyártanak abban a vadonatúj gépparkkal felszerelt 2000 négyzetméteres üzemben, amit hivatalosan a napokban adtak át Pakson. Süli János, a paksi beruházásért felelős államtitkár, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, ez nem csak az iparűzési adó növekedése miatt jó a városnak, az új beruházásokkal még több munkahelyet teremtenek a környéken élőknek. Vitafoam Hungary welcomes you on the opening ceremony of our new business unit for the mattresses. Szorin Vangele, a Vitafoam Magyarország Kft. Gyárigazgatója köszöntötte a meghívottakat a létesítmény új bővítményének, egy 2000 négyzetméteres matracüzemnek az átadóján. A cég 1949-ben kezdte meg működését Angliában, mára már több mint 40 egységet üzemeltet Európa szerte 3000 munkavállalóval.
A Paksi Ipari Parkban létrehozott üzem 2005-ben alakult, és azóta 17 éve folyamatosan fejlődik és bővül. Currently the operation in a mattress, it's only in one shift. Jelenleg egy műszakban dolgozunk itt Magyarországon a matracüzemben. We are planning in the next 2 years to grow every year with another one shift. Míg a következő években folyamatos növekedést látunk előre, illetve a prognosztizálunk több műszakot is, hogy elérjük a 3 műszakos teljes kapacitásunkat. Ebben az üzemben jelenleg 8 különböző féle matrac gyártása zajlik. Az eseményen részt vett Szántó Zoltán, Paks alpolgármestere is, aki kiemelte, nagyon fontos a város életében a fejlődő ipar. Az, hogy ők folyamatosan fejlődni és bővülni tudtak, ez szerintem azt jelenti, hogy Paks egy nagyon jó közeg arra, hogy ezek az üzemek megtelepedjenek, és a paksiaknak és a Paks környéken élőknek munkát biztosítsanak, a városnak pedig iparűzési adó bevételt. Süli János, a Paksi beruházásért felelős államtitkár, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője hozzátette, nem csak a plusz iparűzési adó miatt fontos, hogy Pakson és környékén ilyen jól menő üzemek jöjjenek létre. Az itteni munkáik segítenének abból, hogy ezek a fiataljaink itthon maradjanak a régióban. Ezért fontos bármilyen kis üzem, ha 10 fő, ha 5 fő, annak mindnek örülök. De hát ez hál' Istennek nagyobb. Az üzemet jelenleg egy műszakban működtetik 25 fővel, így naponta több mint 1300 matracot tudnak legyártani. A következő cél a 3 műszak elérése, ami várhatóan megháromszorozza majd a termelést és a munkavállalók létszámát is. A Tolnai Közlekedési Munkacsoport kezdeményezte a város legforgalmasabb utcáján a gyalog átkelő létrehozását, megoldva ezzel az évek óta húzódó problémát. Emellett döntés született arról is, hogy kitiltják a belső területekről a 40 tonnánál nagyobb súlyú gépjárműveket, megóvva ezzel egyébként is a szűk utcák állagát. A Tolnát átszelő főúton a biztonságos gyalogátkelés szinte lehetetlen. A belváros kivételével nincs kijelölt átkelőhely, pedig az út egyik oldalán parkoló van, a másik oldalon pedig bevásárlóhelyek. A lakók rendszeresen keresik meg a helyi önkormányzatot, és a közlekedési munkacsoport kezdeményezésére rövidesen megoldás születhet a problémára. Abszolút nem festék kérdése, nagyon komoly jogszabályi megfelelősége van ennek. Mondom, itt még ráadásul ugye a csatlakozó járda, kerékpárút, tehát ezeket is ugye tervezni kell, közműkiváltást, szabványos közvilágítást. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy az év végére már biztonságosan lehet majd közlekedni. A munkacsoport arról is tárgyalt, a nagy tömegű gépjárművek közlekedését tiltani fogja a város egyes területein. A város útjai döntően ugye a lakóövezeti utcák azok kétirányú forgalomra nem alkalmasak, illetve nem olyan alapzattal készültek, ami akár egy 40 tonnás szerelvény folyamatos forgalmát elbírná. Ezért született az átfogó szabályozás, hogy a főutak kivételével a 7,5 tonnánál nagyobb gépjárművek nem hajthatnak be ezekbe a lakóövezetekbe, de természetesen úgy hoztuk meg ezt a szabályozást, hogy ez a mindennapi életet ne akadályozza, tehát akár a kommunális hulladék elszállítása, akár építőanyag szállítása, ez megoldott ezekben az utcákban, természetesen ilyen célra behajthatnak a járművek. Tolnán, ahogy a települések jelentős részében gondot okoz a parkolás. A szűk utcákban a megálló gépjárművek akadályozzák a biztonságos forgalmat, így több területen korlátozni fogják a megállást. Ezzel párhuzamosan elsősorban a közintézmények közelében parkolóépítési program veszi kezdetét. 2 év kihagyás után július 2-án újra megszervezik Bátán a Keszeg Fesztivált. Sült haldal, borkostolóval, habpartival és sztárfellépőkkel is várják az odaérkezőket. Az előző évekkel ellentétben idén díjtalan lesz a belépés. Július 2-án szombaton újra megtelik élettel a Bátai sziget, hiszen 2 év kihagyás után idén megszervezik a falu egyik ikonikus rendezvényét, a Keszeg Fesztivált. Az esemény némileg eltér majd a megszokottól, hiszen több olyan elemet is tartalmaz majd, amik korábban nem ezen a programon jelentek meg. De most úgy próbáljuk megszervezni a Keszeg Fesztivált, hogy a belépés ingyenes lesz, minden a régi lesz, tehát fellépők lesznek, ellenben a produktumba szerepel a sárközi lakodalomnak, az összes sárközi település táncosainak részvétele itt délután. Ugyanis elsőként itt mutatják be a 2023-as sárközi lakodalom menyasszonyát és vőlegényét.
de mivel a falunap is elmaradt, az elszármazottak találkozóját is ide szervezik idén. Lesz borkóstoló, főző és halsütő verseny, amit a látogatók is megízlelhetnek, de a sztár fellépő sem maradhat el. 2 órakor lép színpadra Varga Feri és Balási Betti, majd őket követik a Környék Néptánc Egyesületei. Este egy már hagyományos gezarol koncert lesz, amit egy éjszakába nyúló kecsabuli követ majd. Büfé lesz, habpartitól kezdve, hát ami elképzelhető a gyerekeknek, festés, arcfestés, tehát kézműves sátor lesz, ahol a gyerekek játszhatnak, szórakozhatnak, a kézművesek is bemutatják portékáikat, tehát egy ilyen összkavalkádot szeretnénk, egy igazi nyári programot itt. Aki nagyobb társasággal érkezik, esetleg főzni vagy halat sütni is szeretne, a turisztikai központnál foglalhat asztalt. De az sem marad éhen, aki nem főz. Sült kárászt, keszeget vagy halászlét jegyre is lehet majd vásárolni, de csak saját felelősségre, hiszen aki egyszer bátán keszeget eszik, annak szíve mindig visszavágyik. Varga Miklós Veled Uram címmel tartott előadást a Garai János gimnázium dísztermében. A Máté Péter díjas énekes elmesélte, milyen hidegrázós élményben volt része az erdélyi Csíksomlyon, amikor több ezer székellyel együtt énekelte el az István a királyt, valamint beszámolt rockzenész múltjáról is. A család mindig fontos szerepet játszott életében, arról is említést tett, milyen volt 5 testvérrel felcseperedni egy 2 szobás panelben. Szekszárd, hát ugye a jóborok városa egyrészt. Én nagyon szerettem ezt a város mindig. Még nagyon régen, amikor még rockzenész, hát hard rock zenész koromban, most arra próbálok utalni, hogy én a P-Boxnak voltam az egyik alapító tagja. Sokat jártunk erre a környékre. Sajnos az utóbbi időben kevesebb a meghívás erre fele, de ez bármikor változhat. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont a 44. alkalommal megrendezett Bárdos Lajos zenei heteknek. Ez alkalommal a megye felnőtt kórusai mellett egy vendégénekkar vett részt a megmérettetésen. Az esemény legjobban várt pillanata az az Oscari szám volt, ahol Bárdos Lajos Tábor tűznél című alkotását adták elő, amelyben minden énekkar képviseltette magát. Többek között Kajdacsról, Nagydorogról és Mözsről is érkeztek kórusok az eseményre. Naszlai Judit, a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes karnagya elmondta, hogy a névadó előtt is tisztelegve a kórusoknak kötelező elemként bele kellett építenie egy Bárdos Lajos művet a programjukba. Bárdos Lajos nevével fémjelzett kórus találkozón vagyunk, ennek a megálmodója Kempelen Tünde, és a kedves férje Miskolci Otto volt, és Szekszárd városa is csatlakozott ahhoz a nemes kezdeményezéshez, hogy ünnepi hetek keretében, Bárdos Lajos zenei hetek keretében az ifjúságot és a felnőtt énekkari mozgalmat szólítsák meg. Balogh László, a Kajdacsi Főnix református kórus és a Nagydorogi Magnifikánt katolikus kórus vezetője úgy nyilatkozott. Mindkét kis létszámú kórussal tapasztalatszerzés és fejlődés céljából érkeztek a rendezvényre. Minél többet szeretnének tanulni a rutinosabb énekkaroktól. A Főnix kórus az egy 4 szólamú kórus, 4 szólamot sikerült belőlük kihozni. Megszólaltattunk 4 szólamú, 3 szólamú darabokat is. A Nagydorogi katolikus kórus, az egy női kar, ebből adódóan velük 2, illetve 3 szólamban tudunk énekelni, mindkét kórussal énekelünk a cappella, illetve hangszerkíséretes műveket is. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója elmondta, a koronavírus járvány az idén is kihatással volt a kórusok próbáira, de örömmel tölti el, hogy így is sok énekkar vállalta a fellépést. Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hogy 2017 óta igazából Tolna megyében már csak mi maradtunk, mint Babits Mihály Kulturális Központ, amely otthont ad ennek az egész megyére vonatkozó kórus találkozónak. Országosan is természetesen sok helyen zajlik egy hasonló program, de mi a Tolna megyei kórusokat fogjuk össze nagy örömmel. Kempelen Tünde karnagy, a kórus találkozó fővédnöke egészségügyi problémák miatt nem tudott részt venni az eseményen, de jó kívánságait tolmácsolta a fellépők számára. Regionális híreink következnek. Még el sem indult a szezon, de már 2 megfulladtak a Balatonban, óvatosságra intik a fürdőzőket. Elvitte a sót a buszos cég vezetője, izgalmas bizottsági ülés a Pécsi Városházán. 60 éves a Pécsi Kisvasút, méltóképpen ünnepelnének, de pénz kellene.
Még el sem indult a szezon, de már ketten megfulladtak a Balatonban. A hatóságok, strandüzemeltetők, szolgáltatók minden évben azon fáradoznak, hogy felhívják a vízen tartózkodók figyelmét a veszélyekre. Bár minden strandon a maximális biztonságra törekednek a szakemberek, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának vezetője szerint megkerülhetetlen az egyéni felelősség a balesetek, tragédiák bekövetkezésében. Önfelett játék a vízben. Ilyenkor senki sem gondol arra, milyen veszélyes is lehet bizonyos esetekben a meggondolatlan fürdőzés vagy vízi sporteszközzel való közlekedés. A balatoni strandok üzemeltetői az idén is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságos fürdőzésre. Mindenütt információs táblák figyelmeztetik a fürdőzőket az élő víz veszélyeire. Mi hiába itt a déli parton vagyunk, sekély ugyan a víz, de aki nem tud úszni, annak bizony oda kell figyelni, még a sekély vízben is. Nekünk 1-20 mélységben vannak a bójáink, illetőleg a tábláink, és a vízimentő 1-20 mélységig felügyeli az egész strand területét, de arra is figyelni kell, hogyha 40 fok van, és felhevült testtel a vízbe ugranak, az is nagyon veszélyes tud lenni. Legutóbb ennél a Balatonvilágosi strandnál történt a tragédia. Két tizenéves vesztette életét, amikor egy szörfel sodródtak el a parttól több száz méterre. Mentő mellény egyikükön sem volt. Az esettől nem messze a klubbaliga területén csak úgy lehet vízi sporteszközt bérelni, ha a kölcsönzők felveszik a mentő mellényt. Van, aki győzködni kell, de én nem nagyon hagyom ezt nyitva, ezt a kérdést. Tehát nálunk annélkül, hogy nem húz mellényt, nem mehet be a vízbe. Kiskorúaknál egyértelműen kötelező. A felnőtteknél, meg ugye a vízibiciknél azt nem tudom ellenőrizni, hogy közbe leveszi a mellényt és úgy megy be, de mindenképpen a vízibiciklin rajta van a mellény. A vízimentők magyarországi szakszolgálata minden évben rengeteg tájékoztató anyagot tesz közzé, kampányokat szervez a biztonságos vízen tartózkodás érdekében. Ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy az ilyen baleseteknél nem hagyható figyelmen kívül az egyének felelőssége és önmagukhoz való őszintesége. Az úszástudás és a vízbiztonság az nem tréfa. Ott nem lehet saját magunkat becsapni, mert elsősorban ez az igazság, hogy magunkat csapjuk be. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezzel tisztába kell lenni, és nem szégyen bármilyen más eszközt használni, ami az úszásunkban, vagy a fennmaradásunkban, a lebegésünkben segít. Lehet ez úszássegítő mellény, lehet ez úszogumi, lehet ez egy profi mentőmellény. A héten minden oktatási intézményben véget ér a tanítás, a jó idő beköszöntével pedig egyre többen érkeznek a Balatonhoz. A strandok üzemeltetői, a Balatoni Vízirendészet és a Vízimentők magyarországi szakszolgálata is felkészülten várja a szezont, de arra kérik a tóhoz érkezőket, hogy megfelelő körültekintéssel, a szabályok betartásával fürödjenek vagy sportoljanak, hogy megelőzhetők legyenek a tragikus kimenetelű balesetek a tónál. Céges beszámolók és gazdasági döntések előkészítése volt a feladata Pécs két szakbizottságának hétfőn, azonban a Sóta-Baranyai megyeszékhely közösségi közlekedését bonyolító önkormányzati cégvezetője vitte el. Bánkuti István még a szót is átvette a meghallgatásán a meglepett képviselőtől. Beszélt a fizetéséről, miközben Goebbelsi propagandát emlegetett, de vázolta a cég helyzetét is, ami a nyári csökkentett üzem után nehezen tud majd megbirkózni az iskolai időszak kihívásaival. A Tükebusz ZRT 2021. évi beszámolójának elfogadása is szerepelt a Pécsi Önkormányzat gazdasági és pénzügyi bizottságainak közös ülésén hétfőn a Városházán. Az is szóba került, hogy a város pályázatot ír ki a buszos társaság vezérigazgatói posztjára. A jobboldali képviselő szerint ez jelzésértékű, de a jelenlegi igazgató közbevágott és átvette a szót a képviselőtől. Kérták újból a bocsásom, már milyen jelzést küldött? 2022 év végén én nem vállaltam tovább a vezérigazgatóságot, igazgatóság elnökének kért föl Péterfi Attila polgármester, aztán fél év után, mikor az önök szavai szerint milliós fizetésem lett és megduplázódott, az 500 ezerből 1 millió lett a bruttó fizetésem, ez a Goebbelsi propaganda, sokat mondjuk, akkor elhiszik. Ha nagyon sokat mondjuk, akkor pedig igazsággá válik. Nem.
Lánkut István azt mondta, az elődje 1,2 milliót keresett, és megkapta minden évben a prémiumát. Ezzel a 2,5-szeresét kereste, mint ő, ezért hasonlította a náci propagandához, amit vele műveltek a fizetése miatt. Az is kiderült, hogy nem akarja ezt a vezetői munkát, mert ez megterhelő. Péterfi Attilával történt polgármester úrral egy megegyezés, ami arról szólt, hogy szeretném, hogyha vezérigazgatót találnának, aki operatívan részt vesz majd a cég életében, mert nincs erre energiám. Eddig volt, nagyon sokat dolgoztunk, de nem szeretném, nem ezzel szeretném az időm jelentős részét, a napi 10 órát eltölteni. Nem az ő feladata, hogy a Magyar Közlekedési Szövetség közgyűlésére vagy a Volán Egyesülethez járjon, vagy éppen a szakszervezetekkel egyeztessen, mondta. Erre kell a vezérigazgató. Ő maradna az igazgató tanács elnöke 2022 végétől. Az idei működésről szólva kiderült, jelentős többletforrásra van szükség a Tükebusznál. Az áremelést is felhozta a vezérigazgató. 1 milliárddal nőnek közel a költségeink, kerekszámokkal dolgozom azért, hogy megértsék, a bevételeink pedig 0 forinttal nőnek. Amennyiben nem változik a jegy és a bérlet ára, akkor effektíve 0 forint. Ezt az 1 milliárdot Pécs városának és az adófizetőknek kell kifizetni. Szeptembertől pedig nem maradhat az a menetrend, mint például amilyen a tavalyi volt. Nem tudunk annyi buszsofőrt kiállítani. Ennek két egyszerű oka van. Nem jól megfizetettek a buszsofőreink, ami nem az elmúlt másfél évben alakult ki, hanem ez egy hosszú folyamat. Csak az elmúlt másfél évben az inflációs egyéb fokozott körülmények miatt ez sokkal jobban felszínre került. A másik egyszerű oka, hogy a fiatalok között nem egy népszerű dolog buszt vezetni. Ha most azonnal lenne legalább egy 15%-os béremelés, akkor talán javulhatna a helyzet. De az alacsony bérek miatt mennek el a sofőrök, ráadásul idén 17-et nyugdíjaznak is. A 240 buszvezető pedig annyit túlórázik, hogy a törvény szerint nem fogható további munkára. A vezérigazgató szerint meg kell szüntetni az éjszakai járatokat. Az iskolai időszakban pedig egy olyan menetrendet kell összeállítani a városnak, illetve az ezt végző városi cégnek, a Biokomnak, ami teljesíthető. Idén ünnepli első útjának 60. évfordulóját a Mecseki Kisvasút. Az augusztus 20-ai ünnepségre azonban még nincs meg a szükséges anyagi keret. Ezt segíti egy lakossági ötlet, mely nagy népszerűségre tett szert. Lakossági kezdeményezésnek köszönhetően nőtt meg az elmúlt hétvégén a Dömörkaputól induló erdei vasút forgalma. Szülőkből álló baráti társaság egyik tagjának közösségi felületen megosztott felhívására érkeztek a látogatók, hogy bevételhez juttassák a kisvasutat. Az apropót egy korábbi rendezvény adta. Óvis futóverseny volt, és akkor említette az üzemeltető úr, hogy hát a kisvasút idén 60 éves, ezt mi magunktól nem tudtuk, vagy hát nyilván gyerekkoromban sokszor voltam a kisvasúton, nem tudtuk ezt a fontos dátumot, és említette az úr, hogy hát erre a jeles alkalomra nem igazán sikerül olyan támogatást szerezni neki, hogy egy kis ünnepséget szervezzenek. Magyarország legrövidebb keskeny nyomtávú simpárja és az azon közlekedő szerelvény 1962 óta működik a Mecsekben. Ennek üzemeltetője Andróci István számára meglepetés volt a kezdeményezés. Meglepődtem, reggel itt sok ember megjelent, szokásosnál jóval többen, adományjegyet vásároltak, utaztak oda-vissza, nem szóltak előre. Nagyon örülök neki, és remélem, hogy sikeres is lesz, és minél többen jönnek, és nagy bulit tudunk csapni augusztus 20-án. A nyugdíjas mozdonyvezető kérdésünkre elmondta, hogy 32 éve javítja a vonalat, a kocsikat és az egyedi mozdonyt, melyet egykoron úttörők működtettek. Mára mindennapos feladattá vált a karbantartás. Duga Marcell szerint ezért is fontos, hogy a látogatók jegyvásárlással támogassák a vasutat. Én abban bízom, hogy ez a rendezvény, vagy hát ugye ez az esemény, ez még azért augusztus 20-áig folyamatosan ismétlődhet. Tehát én abban bízom, hogy mindenki követi a példánkat, meg az itt jelenlévő emberek példáját, és akkor reméljük, hogy tényleg sikerül olyan érdemi támogatást összegyűjteni, ami tényleg felhasználható egy ilyen rendezvényre. A Mecseki Kisvasút várja a támogatójegyet vásárló és utazni vágyó családokat minden nap délelőtt 10 órától este 6 óráig az Állatkert és a Dömörkapu állomásokon. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Nemzetpolitikai célkitűzések, folytatni kell a közösségek fejlesztését.
Új üzemmel bővült a Vitafoam, egy 2000 négyzetméteres matracgyártó egységet hoztak létre Pakson. Módosulások a közlekedésben Tolnán, lesz gyalogátkelő a legforgalmasabb utcán. Keszeg Fesztivál Bátán, 2 év kihagyás után szervezik meg az ikonikus programot. Szerdán alapvetően napos, csapadékmentes, nyugodt idő következik az átlagosnak megfelelően emelkedő hőmérséklettel. Az éjszaka folyamán nem számítunk nagy változásra, marad az eseménytelen időjárás. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!